Éles az inged, Uzi-e vagy? Fested a hajad, Uzi-e vagy? Hát valahogy valami korai örömes társaság volt egy stúdióban. Boldog a kutyád, Uzi-e vagy? Macskát tartasz, Uzi-e vagy? Nem eszel húst, Uzi-e vagy? Te hegedűz, baze, Uzi-e vagy? És akkor én ott el voltam terülve, és akkor úgy jött ez az ihlet, hogy egy ilyet lehetne csinálni, talán csak a refrén volt, meg először. Mi a fasz csinálsz, Buzi-e vagy? Mi a fasz nézel, Buzi-e vagy? Úgy jó szám, lendületes, stb. De most a szövege, ha egyszer meghallgatta, több újat nem fogadni. Mi a fasz csinálsz? Mi a fasz nézel? Mi a fasz mondod? Mi a fasz sérted? Sokszor jártam ugye a bíróságra. Volt a Lovas István ellen egy elvesztett per, és a másik, amit megnyertem, az a Grespik ellen. Az vicces volt. Egy kérdésre kezdtem, figyelj nagyon! Mi a far ezen a magyar ugaron? Az azért indult, mert tapló és félesző, ezeket a szavakat használtam rá, és ez nagy nyilvánosság előtt, hogy olyan mérvőbecsületsértés, hogy aztán 1 millió forint kártérítést, és hogy nevezik ezt, elrettentő mértékű börtönbüntetést kért rá. Igen, volt olyan pont a tárgyaláson, ahol fölnevetett a bíró is. Üssed, verjed, kúrjad, kúrjad, vágjad, akaszad, élve ne hagyjad, figyelj, tőled csak egyet kérek, tisztíts meg tőlük az emberiséget. Ez nem úgy szólt valaki ellen, hogy valóban azokat meg kell ölni, vagy jobb lenne, ha megölni őket valaki, vagy nem is élnének. Ez egy hangvételnek volt a karikatúrája. Hello. Most megyek a török iskolába, a nagyobbik lányért. Aztán elviszem őt a zeneiskolába, szolfézs órára, aztán elmegyek a kisebbik lányért, azt hazaviszem, és azután visszamegy, nem megyek vissza, hiszen most kihívásnak tesszük ki a nagyobbik lányt, egyedül fog hazajönni szolfézs óráról. Kitaláltam egy pajzsvarázslatot, de azt aztán elfelejtettem. Na, akkor itt átteresztelek a zebrán, jó? És akkor Isten áldjon. Nem szántak az égi madár, mégis eltartja a határ. Ez a jézusi, meg a magyar népzenében is létező sor. Szóval ez nekem ugye, ez evidencia volt, ahogy én ezt elolvastam, én onnantól tényleg nem aggódtam ezek miatt a dolgok miatt. Nekem nem volt úgy családi hátterem, hogy bárki adott esetben segített volna rajtam. Tehát én ilyen emberre nem számíthattam. Úgy mindig adódott körülöttem valaki, aki így fölkarolt, mondjuk így, tehát befogadott az albérletébe, vagy legalább egy estére, ott aludtam, le tudtam fürödni, vagy ilyenek, tehát hogy mindig volt valaki, aki nem hagyott kallódni. Engem nem érdekelt a munkahely, illetve én a rossz helyen voltam, akkor azonnal eljöttem. Tehát antikváriumban beajánlottak, ott dolgoztam, azt szerettem. Onnan vannak, és a könyvtár, mondjuk a fele biztos, hogy onnan van, akkor beajánlottak egy könyvesboltba, és ott egy nap már nem bírtam tovább egyszerűen. Az új könyvek, ott nem volt lélek, vagy hogy mondjam. Tehát az antikváriumban volt, a könyvesbolt az még csak egy bolt volt. Pár próbának kitettem magam, hogy van-e kitartásom, meg művészeti érzékem, és ezeken a vizsgákon, a saját vizsgáimon végül is átmentem. Tehát én nem aggódtam, csak fogalmam sem volt arra, hogy meddig kell nekem kínlódni,
a technikátlanságban, az ismeretlenségben, a bizalmatlanságban, a lehetőség nélküliségben. Van itt ez a 35 méter járda felújítás, és ki van táblázva eleje vége, hogy az önkormányzat felújítat. Hát majd nézzek, viszonyat, viszonyat. Szerintem ez csodálatos. Szeressük a kerületet, és a vezetőnket is. Kialakult élet, amit élek. Csak a kevés pénzt összenvedek, mert vannak jogos szükségletei vagy igényei az embernek, amiket nem tudok kielégíteni. Még a környezetemnek is lehetnek igényei, meg vannak is, amit szintén időnként nem tudok kielégíteni, tehát ez bántó. Ugyanakkor mégse tettem úgy semmit azért, hogy ez másképp legyen, tehát praktikusan nem törekedtem semmilyen cél felé, sohase. Az új báb operát például szemületbe fogadni, ez még a szakembernek is nehéz. Úgy értem, hogy az opera látogató, opera rajongó közönségnek is óriási feladat. Nem úgy, hogy fölkészül egy ember betéved, akkor nagyon kell kapaszkodnia, és nem hiszem, hogy odaér. Hát izgulós vagyok. Előtte be kell szívni, mert ez úgy is készült, úgy is tanultam. Tehát az állapot az ahhoz kell, hogy oldottan tudjam a dolgokat csinálni. Meg ráadásul a szereplők is, a kettő legalábbis az olyan, hogy belefér a karakterébe. Lasszan a testtel, kusztulj meg engem! Miért volna kedvem? Vén marhát ön! Nem mersz kiállni! Hagyjál a békén! Egy fűrni titek illa! Nem! De! Rálom az ettó! Léci! A levereztet! Léci! Veszem a burnust! Le kell lazulni néha nap! És hidd el, ez így van! Jól! A Mozart elég sok mindent megidéz ebben, az impressionista francia zenét, visszanyúl a barokkhoz, előre megy a musicalig, de az csak így fölvillantja és megy tovább, tehát már nem ott van. Operett, két operett szereplőnk is van, de legalább egy operett szereplő is van ebben az operában. Tehát nagyon súlyosan megelőzte a korát, ő nem pocsogott ezekbe a felfedezésekben, hanem csak úgy oda fölvillantotta, és aztán megy is tovább, megy új témára. Őt annyira nem érdekelték ezek a műfajok láthatóan. Mozi. Mozika, légy szíves. Kezdett mostál már? Vagy tényleg gecis kéz akarsz hozzám nyúlni?